Egy sor új fejlesztés Windows 10-re. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Egy sor új fejlesztés érkezik Windows 10-re, mely a felhasználókat érinti, de nem csak Windows 10-et célozzák meg, hanem más operációs rendszer felhasználóit is. Kezdjük is avval, hogy több új funkció érkezik Windows 10-re. Mint már korábban rebesgették, megváltozik a start menü és a tárca is. Július 1-től a tesztelőknek már elérhető az új build-nek a javított teszt verziója, mely a szokásos javítások mellett több újdonságot is tartalmaz. Többek között a start menü csempéi vártak szerint témakörökre lettek bontva, és letisztult egyszerű dizájnt kaptak. Frissült az Edge böngésző is, így nyitott ablakok között is lehetőség lesz alt-tabbal lépkedni, nem csak az éppen aktív ablak és az alkalmazások között, hanem az összes nyitott ablak között lehetőség lesz majd az alt-tab segítségével lépkedni. Az értesítéseket is érinti a változás, méghozzá jobb felső sarokban egyesítve lesznek majd, és ott lehet majd őket szépen kikapcsolgatni, valamint folytatják a beállítások átköltöztetését a vezérlőpultból a gépházba. Egy apróságról majdnem elfeledkeztem, a tálca is megváltozik méghozzá, több beállítási lehetőséget kap, rugalmasabban lehet majd módosítani. A Windows 10 növeli a biztonságot. Újonnan fejlesztett Kernel Data Protection funkció megakadályozza, hogy rossz indulatú behatolók férjenek hozzá az operációs rendszer memóriájához. Mivel a támadók legnépszerűbb célpontja az operációs rendszerek, a Microsoft úgy döntött, hogy valamit tesz ez ellen. Megoldja, hogy a Windows 10 kevésbé legyen sebezhető, ezért megoldotta a Kernel Data Protection, más néven KDP funkciót, ami megakadályozza, hogy az operációs rendszer biztonsági protokolljait felülírják. Na, ebből a funkcióval a fejlesztők a kernelen belül csak olvasható részeket hoznak létre, melyeket a támadók később már nem tudnak manipulálni. Ezzel igyekeznek elkerülni, hogy megismétlődjenek az elmúlt években történtek, és például, hogy eredetinek látszó programokkal, driverekkel csapják be a Windows-t, és így jussanak bele, így manipulálják ezt a hackerek. Az új megoldás egyrészt gyorsítja majd a rendszert, mert nem kell foglalkozni, folyamatosan vizsgálni a hitelesítő tanúsítványokat, mert ugye azok most már nem, tehát csak olvashatóak lesznek, így nem tudják ezeket piszkálni, módosítani. Másrészt könnyebben észrevehető lesz általa, hogy valami gond van a memóriába, valami gyanús program, mert lesz egy referencia rész, amihez hasonlítani lehet majd az egyéb programok funkcióit, hitelesítését, mindent. A családvédelem nevében indult Microsoft Family Safety előnyei és hátrányai. A Microsoft 365 családi csomagjában elérhető volt már a Family Safety funkció, mely Windows 10 és Xbox mellett Android és iOS készülékekre is telepíthető, és ezen keresztül lehet megfigyelni, korlátozni a család gyermekeinek a tevékenységét. A teljes funkció még nem volt elérhető az évelején, amikor ezt bejelentették, de mostanra már nőtt ez a skála, amivel gyakorlatilag kontrollálhatják a szülők a gyermekeket. Kifejezetten a szülőknek szánt app gyermekek kijelző előtt töltött idejének ellenőrzésére, szabályozására is alkalmas, valamint földrajzi pozíciójuk követésére is. A program segítségével a szülők akár heti jelentést is kaphatnak a gyermek online tevékenységéről, a leggyakrabban használt appokról, játékokról,
kijelző előtt töltött időről, gyakran látogatott honlapokról, és még sok minden más beállítható szűrő alapján végzett tevékenységükről. Ezen túl, vagy ezen felül lehetőséget ad a program arra is, hogy a gyerekek, hogyha a gyerekek túl sok időt töltenek egy-egy programmal, játékkal, akkor korlátozni lehet azt az idő intervallumot, amit naponta eltölthet ezekkel a gyermek. Az applikáció ezen felül sok beállítható szűrőt is tartalmaz, amivel korlátozhatók a böngészők tartalom tekintetében, hogy mit látogathat meg a gyermek, és milyen tartalmakhoz férhet hozzá. Ráadásul a Microsoft Store-ban történő vásárlás is ellenőrizhető, korlátozható, akár úgy, hogy jóváhagyást kérjen a szülőtől a tranzakcióra. A Microsoft ígéretet tett az adatok védelmére, kiemelten a földrajzi adatokra vonatkozóan is, melyet senki számára nem tesz elérhetővé, nem osztja meg senkivel. Így se a reklámokat nem tudják célzottan a gyermekekre zúdítani, illetve a szüleikre, se egyéb cégek nem érhetik el, nem azonosíthatják a felhasználókat. Jövőre nézve újabb fejlesztéseket harangoztak be az előfizetők részére. Az egyik a Drive Safety lesz, amely a járművezetés közben figyeli a sofőrt, és javaslatokat tesz, hogy milyen a vezetési stílusára, a körülményekre, a táblákra, mindenre vonatkozóan, hogy hogyan vezessen, mit csináljon, mire figyeljen jobban. A másik a Location Alert funkció, mely lehetőséget ad majd a szülőknek, hogy a családtagokkal kapcsolatba beállítsanak úgymond érkezési riasztásokat, hogy tudja nagyon, hogy a gyerek 8 órára fog menni ide és ide, akkor be tudja állítani a készülékén, hogy ezt figyelje, és amikor a gyerek megérkezik az adott címre, akkor küld egy értesítést, és a szülő megnyugodhat, hogy a gyermek odaért. A másik ilyen riasztás pedig a location, tehát a terület elhagyási riasztás, ahol be lehet állítani egy bizonyos területet, úgymond egy virtuális kerítéssel, hogyha azt a gyermek elhagyja, akkor adjon riasztást a szülőnek. És mindez a sok fejlesztés szép és jó, de számomra felvet egy problémát. Méghozzá egy morális problémát. Oké, hogy védjük a gyermekeinket, de hol a bizalom? Egyrészt túlságosan beleszólhatunk a gyermek életébe, másrészt elveszítjük a köztünk lévő kölcsönös bizalmat, ha ezt megtesszük. Egy egészséges szülő-gyermek kapcsolat esetén ez problémás lehet, hogyha túlzottan ellenőrizzük a gyermeket, főleg az ő tudta nélkül, és ez esetleg mégis kitudódik, tehát tudomást szerez róla a gyerek, mert hát a korlátozó funkciók és egyéb arra szolgál, hogy ezt a gyerek meg fogja tudni így is úgy is. Rendben, megértem, egyes esetekben esetleg szükséges lehet, ez a gyerektől is függ, a helyzettől is függ. Sőt, egyes esetekben még aláírható is a használata, hogyha azt mondjuk megbeszéli a gyerek és a szülő, és akkor abban maradnak, hogy tényleg a gyerek magától járul hozzá, nem rákényszeríti a szülő az akaratát, hanem a gyerek is azt mondja, hogy jó, rendben, hogyha te ettől nyugodtabb vagy, hogy tudod én hol vagyok, akkor legyen úgy, és akkor innentől kezdve nincsen probléma. Igen, tudok olyan szülőről, ahol ezt megbeszélték a gyerekkel, és a gyerek engedélyezte, hogy egy olyan programot telepítsenek a telefonjára, amely megmondja, hogy éppen hol tartózkodik, mert ez egyrészt megnyugtatja a szülőt, másrészt valamilyen biztonságot ad a gyereknek is, mert tudja, hogy ha gond van, akkor a szülőre számíthat, mert ő tudni fogja, hogy hol van éppen. De én még mindig úgy vagyok ebben, hogy túlságosan is korlátozni akarjuk a gyermekeinket, túlságosan meg akarjuk nekik szabni. Igen, vannak olyanok, akiknél muszáj, mert nem tudják, hogy hol a határ,
elveszítik azt az egészséges önkontrollt, nem épült ki náluk, vagy nem is tudom, de a gyermekek többségénél ez avval fog járni, hogy elveszítik a szülővel szembeni bizalmat, mert hogy a szülő hogy tett meg ilyet a hátuk mögött. De ezt majd mindenki eldönti saját magának, hogy alkalmazza, nem alkalmazza, hogy alkalmazza. Minden esetre a gyermek még 18. életévét be nem tölti, addig részint a személyes adataival a szülő rendelkezik, és személyes adat a helyadat is. És ugye törvény szerint a szülő a felelős a gyermekért, tehát vannak dolgok, amivel meg lehet indokolni, de ez a gyerek szemében nem indok. Bízni kell abba a gyerekbe, és legfeljebb megbeszélni. De nem mindenféle korlátozásokkal, meg kerítésekkel, meg virtuális kerítésekkel körbekeríteni, meg hasonló dolgok. Remélem, hasznos információt osztottam meg mindenkivel. Amennyiben kíváncsiak vagytok a folytatásra, iratkozzatok fel. Sziasztok!